Köszöntöm kedves nézőinket, ez a Háttér Extra, a Color TV közéleti magazinja. Október elején megalakult Kazincbarcik a város önkormányzatának új képviselőtestülete, és a grémium minden tagja élükön Kazincbarcik a város régi új polgármesterével letették az esküt. Többek között erről beszélgetek majd a következő percekben. Itt van már a stúdiumban Szitka Péter, Kazincbarcik a polgármestere. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Üdvözlöm a televízió nézőket! Sok más témánk is van, olyanok is, amelyek talán kellemetlenek, kényesek, problémásak, de először mindenképpen beszéljünk már arról, hogy minden ciklus végén érdemes néhány mondatban értékelni az elmúlt éveket, azt a munkát, amit végeztek. Hogyan látja, hogy az előző képviselőtestület, illetve az előző ciklus hogyan indult, hogyan zárult, mik voltak azok az eredmények, amikre büszke? És ráadásul én azt gondolom, hogy maga ez az értékelés egy kicsit el is nyúlt most, hiszen abban a szempontból én azt gondolom, hogy egy kicsit más ma a mostani választás és a mostani beiktatás, hogy időben azért ez eléggé elhúzódott egymástól. Tehát már gyakorlatilag már egy picit alig emlékszünk, hogy mikor volt az önkormányzati választás, miközben most arról beszélünk, hogy az alakuló ülés volt. Tehát volt egy hosszabb átmenet, amikor talán a régi új képviselőkkel irányító frakcióval át tudtuk azt tekinteni, hogy mondjuk az elmúlt időszakban melyek voltak azok a feladatok, amelyek azt gondolom, hogy sikeresen vittünk véghez, melyek azok, amelyekben azt gondolom, hogy nagyobb energiát kell fektetni, és milyen olyan célokat kell megfogalmazni, vagy célokat fogalmaztunk meg ennek a ciklusnak, ami Kazincbarcik a javára válhat, ugye? Én azt gondolom, hogy abban töretlen a bizalom, és azt gondolom, hogy ez nyilván a választási eredmények is mutatták, hogy azt a munkát, amit beletettünk, hogy a város élhetőbb és vonzóbb legyen, akár lakhatás, akár munka szempontjából, azt sikeresen abszolváltuk, mert ebben azért rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk, és természetesen megvannak azok a kritikai észrevételek, amelyek egyébként ezt a várost még jobbá tehetik. Ezek például csak néhányat említsek, a parkolási rendszer, parkolóhelyek bővítése a városban, ugye? Nagyon sokat beszéltünk arról, hogy azért ez a város, amikor megtervezésre került, akkor a zöld ligetek, a pihenőhelyek domináltak, és nagyon kicsi helyet tettek meg annak, hogy különböző gépjárműveket helyezzenek el. És ahogy azért haladtunk előre az időben, azért nem ugyanazokat az éveket, és nem ugyanazokat a feltételeket éli már a város, és bizony egyébként nekünk folyamatosan fel kell készíteni a várost arra, illetőleg ebben lépéseket kell tenni, hogy ezt a rengeteg gépjárművet elhelyezzék a lakosok. Vannak már helyek, ahol egyébként ez orvoslásra került, tehát vannak azért pozitív jelek, illetőleg hát befejezett beruházások, de azt gondolom, hogy ebben például szorgos lépéseket kell tennünk majd az elkövetkezendőkben, figyelve azt is, hogy értelemszerűen a városnak a gazdasági helyzete mi az, amit egyébként megenged majd. Azért csak egy pár mondatba beszéljünk már arról is, hogy nagyon sok olyan támogatás indult el itt Kazincbarcikán, vagy éppen folytatódott, vagy újra elindult, amik azt gondolom, hogy nagyon szépen lefedik a város lakosait, akár gazdaságilag, akár céges szinten, akár család szinten. Az, hogy a város a kis és középvállalkozásainak a minőségével foglalkozik, az azt gondolom, hogy egy város vezetését és egy képviselőtestületet mindig minősít. És amikor most már többed alkalommal írunk ki olyan pályázatot, ami kifejezetten egyébként ezeknek a cégeknek segít, adott esetben eszközbeszerzésben, vagy a korábbiakban egyébként foglalkoztatásban, akkor a visszajelzések mindig az, hogy örömmel veszik ezt a cégvezetők, akár az egyéni vállalkozások, és hát nyilván ennek, hogy felcsillan a remény, hogy egyébként az elkövetkezendő időszakban is ez lesz, nagyon nagy várakozással is vannak ez irányban. Ez egy olyan, azt gondolom, szoros kapcsolat maga az önkormányzat és a cégek között, amit az elkövetkezendő időszakban szeretnénk is majd tovább folytatni. Nem csak kifejezetten egyébként a támogatási rendszerben, hanem alapvetően a kapcsolat, ami egyébként is az elmúlt időszakban azért szorosodott, azt minél aktívabbá tenni, segítmén egymás látásmódját, illetőleg jövőjét. A másik, ami azt gondolom, hogy számunkra a legfontosabb, hogy azoknak a feltételeknek azt gondolom, hogy nagy mértékben eleget tudtunk tenni, hogy
rekreációban és gyermekközpontúságban a város rengeteget lépett előre. Mondjuk az intézményi ellátottság és hátterében ugye a bölcsödei vagy az óvodai szolgáltatás minőségében, akár szakmai, akár infrastruktúrában azért óriásit lépett előre az elmúlt időszakban a város, ugye itt a játszótereket, a pihenőparkoknak a minőségét azért azt gondolom, hogy most már nem csak városi, hanem megyei, akár országos hírűek is, ami vonzóvá teszi Kazincbarcikát, és ehhez igyekszünk olyan további támogatásokat is tenni, amelyek akár az újszülötteknek az első perceiben már az önkormányzat jelenlétét mutatja, tehát azt, hogy mi azt, hogyha valaki itt tervezi a jövőjét, akkor azt nem csak így szavakban, hanem egyébként tettekben vagy anyagi támogatásban is támogatjuk, és a későbbiekben is, amikor a lakhatásnak, a feltételeinek a biztosításában is igyekszünk egyébként szintén nem csak szavakban, hanem tettekben, és ugye anyagi támogatást is nyújtani, akár a barcikai diákoknak a nyaraltatásában, tehát a szabadidő eltöltésében szerepet vállalni, tehát ezek mind-mind olyan, azt gondolom, az elmúlt ciklusnak az eredményei, amelyeket ha a feltételek nem dőlnek össze, akkor igyekeznénk az elkövetkezendő időszakban is természetesen megtartani, és ha lehet, akkor az építő jellegű hozzászólásokkal, kritikákkal finomítani ezt, és még hatékonyabbá, vagy még kellemesebbé tenni a kazincbarcikai családoknak, gyermekek számára. Térjünk át akkor a városnak a pénzügyi helyzetére. Kazincbarcika életét gyakorlatilag a létezése óta meghatározza a Borsodkemnek a jelenléte. Az a helyi iparűzési adó, amit fizet a vegyipari óriás, az nagyon sokat jelent itt Kazincbarcikán, de látjuk is számos ponton annak az eredményeit. Hogyan alakul ez az idei évben? Hát ez már kevésbé vidám megszólalásom lesz, vagy mondataim lesznek, mert én azt gondolom, hogy az elmúlt 10-20-30 évben, amiben volt nekem is már szerencsém mondjuk koordinatív vagy effektíve szerepet vállalni, akkor abból az időszakból azt tudom levetíteni, hogy ugye a vegyipari óriás és a város együttműködése az egy nagyon szoros, egymást kisegítő és közösen gondolkodó stratégia folyamatosan. Ez azért is kell, mert nyilván maga a város létezése is valahogy egyébként erre a vegyipari óriásra támaszkodik, és igazából ugye a tulajdonos változások és maga a stratégia mentén nekünk is a városnak azért ehhez alkalmazkodnunk kell. És ez nagyon jól működött az elmúlt időszakban, viszont azt gondolom, hogy most már a televízió nézők közül is nagyon sokan, hát én azt gondolom, hogy már látják, hogy azért a mi nemzetgazdaságunk az nincs a legjobb helyzetben. Tehát az, hogy folyamatosan eladósodik az országunk, és a kintlévőségünk gyakorlatilag, és a mérleg egyensúlya gyakorlatilag az országnak most már tragédiához kezd vezetni, az, hogy egyébként nem az uniós forrásoknak a felszabadítása, hanem sokkal inkább ugye a kínai hitelnek a felvételével adósítjuk el tulajdonképpen továbbra is Magyarországot ennek azért, bár ezek ilyen nagy nemzetstratégiai, meg nemzetgazdasági kérdéskörök, de egyértelműen meghatározzák azt, hogy az országunkban működő nagyobb vállalatoknak milyen stratégiája és milyen pénzügyi helyzete van. És mivel egyébként nem csak a Borsodkemnek, hanem úgy alapvetően most a cégeknek nem feltétlen megy úgy jól a sora, értelemszerűen ez kihatással van arra is, hogy magának a városnak a gazdálkodása is egyre jobban beszűkül. És bár úgy gondolták nagyon sok cég, így köztük egyébként nyilván a Borsodkem is, hogy az elkövetkezendő évek azért nem egy ilyen adhok nemzetgazdasági rajzolgatások lesznek, és igazából az európai gazdaság is helyreáll, ezért ő is azt gondolta, hogy sokkal jobban fog prosperálni, és sokkal nagyobb erőt fog tudni képviselni, ami természetesen egyébként a város költségvetésében is meg kell, hogy jelenjen, még akkor is, hogyha tudjuk azt, hogy a szolidaritási hozzájárulással azért azokat a pénzeszközöket, amelyek egyébként a városba befolynak egy jól prosperáló cég révén, annak egy jó nagy hányadát egyébként az állam már automatikusan hosszú évek óta alapvetően elveszi. És most látható egy olyan rész, hogy mondjuk nyilván az építőipar, az autóipar nem csak nálunk, hanem alapvetően Európában is azért egy mélyrepülésben van. Értelemszerű, hogy az ezzel
lévő cégek is nehezebb helyzetben vannak, ami egyébként nálunk is egy jóval erősebb és nehezebb költségvetési évet fog jelenteni 2025-ben. Itt ugye azt kell látnunk, és azt gondolom, hogy azzal kell kalkulálnunk, hogy egy jóval kisebb büdzséből kell majd a kötelezően ellátandó feladatokat ellátni, és mivel drasztikus a visszaesés egyébként az ipari termelésben is, és gyakorlatilag így az adóbefizetésben is, ezért olyan erősebb döntések is előttünk állnak, amelyek azt gondolom, hogy érezhetők lesznek a városlakók számára is. És ezt ugye még talán igyekeznénk is korrigálni, és magát a város szekerét normálisan az úton tartani, de mivel összességében nincs pénz tulajdonképpen a gazdaságban, és azért lássuk be most idézőjelbe, de azért választási évek fognak következni, hiszen nem sokára országgyűlési választások lesznek, valamilyen formában ezt a gazdaságot igyekeznek valamilyen formában pénzzel ellátni, és úgy látszódik, ugye az elmúlt napokban erre azért már több híradás is volt, hogy ugye újra az önkormányzatokhoz fognak nyúlni. Mielőtt még belelépünk a versenyképes járások programba, mert majd ez következik, de a szolidaritási hozzájárulásról csak néhány mondatot mondjon már, hogy tulajdonképpen mi is ez, és hogy hogyan alakult ennek az összege, mert nem biztos, hogy minden városlakó tudja, hogy milyen komoly pénzeket kell Kazincbarcika városának befizetnie az államnak. Ugye mindig egy olyan városra, amelynek termelői ipara van a tőszomszédságába, más városok, akár vezetői vagy lakói, olyan kicsit irigykedéssel néztek az elmúlt időszakban, hogy hát nektek úgy is könnyű, mert ott a cég, és akkor fizeti tulajdonképpen az iparűzési adót, és hát abból ti milyen jól tudtok élni. És akkor azt senki nem gondolja végig, hogy azért ezzel két alapvető óriási nagy feladat, meg nehézség az van. Ez most a legújabb, amit ön is említ, hogy a befizetett adónak gyakorlatilag egy meghatározó részét az államnak szolidaritási hozzájárulásként be kell fizetni. Ez mondjuk 2,4 milliárd forint volt a tavalyi évben, ami nagyságrendjében a mi költségvetésünkhöz képest egy óriási tetemes összeg. Tehát gyakorlatilag ezzel a pénzzel abszolút nem tudunk gazdálkodni, hanem elveszi az állam. Ráadásul azért az elmúlt 15-20 évben nyilvánvalóan ezeknek a cégeknek azért voltak nehézségeik, azért voltak országszerte elbocsájtások, munkaerőleépítések, különböző iparokban nehézségek, azért ezekben az időszakokban is a maga a város ezen cégek mellett volt, és azért azok nem a legkellemesebb időszakok, akár egy szociális hálót kifeszíteni, mondjuk egy ilyen esetben, amikor több munkanélküli van, vagy mondjuk a magának a cégnek a nehézségeit is a városban kezelni. Szóval, hogy ezt azért egy magasabb szintről kell nézni, én azt gondolom, amikor egy ilyet vizsgálunk, de alapvetően azt kell látni, hogy jóval kevesebb pénz az, ami gyakorlatilag Kazincbarcikán marad, betudván ennek a gyönyörű szolidaritási hozzájárulásnak, amelyet azért évről évre zokszó nélkül egyébként az állam elvesz Kazincbarcikától is. És akkor térjünk át a legnehezebb témára. Azt gondolom, hogy országos szinten is borzolta a kedélyeket, még a kormánypárti polgármesterek részéről is. Az a hír, miszerint elindítanak egy versenyképes járások programot, most már tudjuk, hogy mi ez, de hogy a nézőket is képbe hozzuk, nézzük meg azt az összeállítást, amit a híradóban erről a témáról készítettünk. Az első találgatások még június végén jelentek meg. Akkor Lázár János építési és közlekedési miniszter egy rádióinterjúban beszélt arról, hogy Dáridóra és sörfesztiválokra költik egyes polgármesterek a helyi iparűzési adót, ezért országos felülvizsgálatra van szüksége a rendszernek. Tehát felül kell vizsgálni az önkormányzatok helyi iparűzési adóját, felül kell vizsgálni ezt az egész rendszert országosan. Mert mi az ország érdeke? Az ország és a város érdeke az, hogy a helyi vállalkozók adóját a város költse az iskolákra, az óvodákra, a bölcsödékre vagy a kórházra. Lázár János azt is hozzátette, fejlesszenek a városok ipari parkot, építsenek utat és járdát. Kazincbarcikán az utóbbi időszakban több ilyen beruházás is megvalósult. Több kilométer út kapott teljesen új aszfaltot, több száz méter járda újult meg, de a város összes óvodája és bölcsödéje is megújult.
és a végső simításokat végzik a Rózsaúti rendelőben, amelynek befejezése után elmondható, hogy az összes háziorvosi rendelő korszerűsítése is befejeződött Kazincbarcikán. Navracsics Tibor, közigazgatási és területfejlesztési miniszter végül október elején jelentette be, hogy elindítja a kormány a versenyképes járások programot, amely 2025-ben a településekre befolyó iparűzési adó többletét kebelezné be és osztaná újra járási szinten. Ez ellen még Debrecen fideszes polgármestere is tiltakozott, főleg annak fényében, hogy a Hajdú-Bihari vármegye székhely már így is 8 milliárd forint szolidaritási hozzájárulást fizet évente. A versenyképes járások program pedig 2025-től elindul. A versenyképes járások program 65 milliárd forintos keretösszeggel indul el, és valóban ez még nem a szolidaritási hozzájárulást érinti, de a Megyei Jogú Városok Szövetségének volt már korábban egy olyan javaslata, hogy a szolidaritási hozzájárulás valami hasonló konstrukcióban kerüljön vissza a járásokhoz. Ők sem csak városokban gondolkodnak, mert azt azért majdnem mindegyik ipari központ, akár Győr, akár Székesfehérvár, akár Debrecen, akár Szeged, elismeri, hogy ez nem csak a város teljesítménye, hanem tulajdonképpen a város térség teljesítménye. Távlatosan én nem zárom ki annak a lehetőségét, hogy a szolidaritási hozzájárulás is valamilyen formában bekerüljön a területfejlesztési alapba, és hasonló módon visszapályázhatóvá váljon, mint ahogyan most az iparűzési adó. Vagyis az állam elveszi az iparűzési adó bevétel egy részét a városoktól, és azt a járások kapják meg. Így az iparűzési adó többlete bekerül a területfejlesztési alapba, a városok pedig pályázhatnak a pénzre. Félő, hogy azokra az alapvető helyi feladatokra, amelyeket mostanáig ebből a pénzből oldott meg a város, mint síktalanítás, kátyúzás, a parkok rendbetétele, vagy utak, járdák, játszóterek karbantartása, az elvonások miatt kevesebb jut majd. Így a városlakók a saját bőrükön fogják érezni a program hátrányát, és versenyképesség növelése helyett inkább a leszakadásra lehet számítani Kazincbarcikán is. Tehát erről szól tulajdonképpen, erről szólnak azok a hírek, amiket már hónapok óta azért lehetett rebesgetni, leginkább Lázár Jánosnak a bejelentése óta. És bármi még hírben nem számoltunk be arról, de múlt hét csütörtökön pedig Mezőkövesden volt egy olyan találkozó, ahol az államtitkár számolt be arról a polgármestereknek, hogy ez a versenyképes járások program tulajdonképpen mit is takar, de azt gondolom, hogy ön, mint polgármester valószínű már azért folytatott komoly egyeztetéseket a kollégákkal, vagy azokkal a szakemberekkel, akikkel együtt dolgozik, hogy mit jelenthet ez a város számára. Hát ugye azokkal a polgármesterekkel, akiknek azt gondolom, hogy megvan a sütnivalója, és alapvetően a saját városuk vonatkozásában felelősséggel igyekeznek tervezni az elkövetkezendő időszakban. Nos, velük egyeztetvén azért eléggé kétségbejtő egyébként a ezzel kapcsolatos, mondjuk úgy, megfogalmazásunk, vagy tényállításunk, mert hogy igazából ezen a tájékoztatón is, ahol Mezőkövesden voltunk, tehát néhány mondat elhangzott, de alapvetően maga a felkészültség és maga a, mondjuk úgy, hogy a szakértelem, illetőleg az, hogy ez pontosan mit tartalmaz, arról valami keveset kaptunk. Tehát igazából egy ilyen általános tájékoztató volt, amely kapcsán sem tervezni, sem számolni, se semmit nem lehet az elkövetkezendő időszakban. Mondjuk én ezt úgy fordítottam le, vagy úgy fordítanám le az egyik kollégával a városlakók nyelvezetére, hogy mondjuk egy adott lépcsőház az mondjuk egy társasházat jelent, és akkor a társasház harmadik emeletén az egyik apuka az mondjuk műszakol, és már hosszú idő óta műszakol, azért, hogy jobb bevétele legyen az a saját családjának, majd mikor a társasház összeül, akkor azt mondja, hogy mivel egyébként ő műszakol, és neki van műszakpótlékja, akkor ezt a műszakpótlékot gyakorlatilag a lépcsőház valamennyi családja között egyébként mondjuk létszámarányosan széthajintjuk, mert egyébként a társasháznak is vannak alapvetően problémái. Szóval ez így azért nem megy. Tehát, hogyha egy felelős városvezető és azt gondolom, hogy képviselőtestület, a hozzátartozó cégek és intézmények mondjuk az elmúlt időszakban megfelelően dolgoztak azért, hogy prosperáljon egy város, hogy azért, hogy körzetközpont legyen, hogy egyébként a környező kis településekről
nagyon sokan ide járnak dolgozni, egészségügyi ellátást igénybe venni, közoktatásban, a szociális rendszerben, a rekreációban, a sportban, a játszótérben és mindenben gyakorlatilag, ami az élethez hozzátartozik, az magának a körzet központban, vagy adott esetben járás központban, hogy ne csak kifejezetten Barcikáról beszéljek, tölti el a szabadidejét, költi el a pénzét, és jár oda, mert egyébként ott megépült valami, amit nagyon jónak tart, és egyébként alapvetően ehhez kötni a saját életét, akkor az olyan furcsán fogja kivenni, hogy azt a megtermelt javat, amit a városban lévő cégek odadnak a városnak, és ami megmarad, mert ugye a szolidaritási hozzájárulás révén azért rengeteget már elvesz, kifejezetten azért az állam, hogy más rosszabbul teljesítő településeknek, vagy kevésbé mondjuk jó helyzetben lévő településeknek adja, azon túlmenően még elvesz tőle, hogy a járásban lévő települések fejüket összedugván valamilyen elképzelés mentén, ami nem tiszta, és nem azért nem tudom mondani, mert nem akarom, hanem azért, mert nem tiszták ezekből a tájékoztatásokból. Szóval, hogy ezek kapcsán valami megfelelő stratégia mentén egy fejlesztési tervet, meg konkrét kivitelű terveket tegyenek le az asztalra, azért, hogy már júliusban egyébként ebben pénz lehessen az adott településeknél, hogy majd 26 legelején már lehessen szalagot vágni. Szóval ez megint egy ilyen olyan jellegű dolog, hogy nincs a gazdaságban pénz, nincs az, ami egyébként az Uniótól megérkezne egyébként Magyarországra forrás, ami alapvetően nagyon jó célokat tenne Magyarországnak és a településeknek, ezért még a benne lévő olyan termelő részeket, mint például nagyobb cégek, vagy jól menő kis, közép vagy nagy vállalkozásoknak a befizetett adóját próbálják úgy orientálni, hogy olyan településekre is menjen, ahol mondjuk ilyenek nincsenek. De ez nincs kiforva, tehát nem tudjuk azt, hogy mihez képest, nem tudjuk a pontos számot úgy, hogy gyakorlatilag év végéhez közeledvén magát a költségvetését is minden egyes város igyekezné összetenni, kiszámolni, amit azt gondolom, hogy most jó nagy fejtörést okoz minden városvezetőnek és testületnek, hogy ezt hogy kezdi el összepakolni, mert gyakorlatilag ehhez képest semmi stabilitás nem lát. Számomra az volt a furcsa, az a bejelentés, hogy ugye a versenyképes járások programnak az lenne a lényege, hogy azt mondja a kormány, hogyha mondjuk egy városban van helyi iparűzési adó, akkor azt járási szinten kell mégis azt a pénzt szétosztani, mert hogyha tegyük föl mondjuk egy nagyobb vállalkozás működik egy településen, akkor az járási probléma és nem a városnak a problémája. Ez számomra furcsa és értelmezhetetlen, hiszen nyilván nem akarok most szándékosan település neveket említeni, de hogyha például Kazincbarcikán működik a borsotkám, akkor az Kazincbarcika problémája. És Szuhogy vagy Szuhafő ezzel nem fog foglalkozni, de mégis előfordulhat az, hogy ő részesül abból a pénzből, amit mondjuk a borsotkám fizet be. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon furcsa helyzet számomra. Hát ugye ezzel alapvetően két probléma van, tehát a járásban lévő településeket, én azt gondolom, hogy nálunk nem, de lesznek olyan járások, hogy egymással szembefordítja, mert hogy különböző érdekek mentén fogják egyébként értékelni azt, hogy nyomott és összeállított mondjuk büdzséből mi az, ami adott esetben megvalósul. De azért például a mi járásunkban azért több társulás is működik. Tehát azért mi nem hermetikusan, mint egy burokban élnek ugye a kis települések vezetői is, hanem azért azt gondolom, hogy az elmúlt 10-20-30 éven, tehát akár azt mondom, hogy a rendszerváltoztatás óta ezek a polgármesterek, ezek a vezetők gyakorlatilag tartják egymással a kapcsolatot. És azért itt segítő jobbot lehet egyébként kisebb településnek is nyújtani, adott esetben társulási feladatok bevállalása mentén. És amikor az volt a mondjuk úgy indoka a szolidaritási hozzájárulásnak, hogy a jól prosperáló településekből vegyenek el jó nagy összeget, és gyakorlatilag ezt majd visszaforgatja az állam azoknak a településeknek, akiknek nem megy jól, akkor minek még egy lépcső ebbe a történetbe, hogy akkor még egyszer ugyanazt a települést, aki egyébként is ezt befizeti, még többet veszünk el tőle. Ráadásul azért ez felvet sok mindent, tehát azért ugye a közéletet az elmúlt időszakban, hogy akkor ne csak Barcikáról, hanem beszéljünk mondjuk Debrecenről, vagy azokról a településekről, ahol ugye az akkumulátorgyárak és különböző olyan
iparoknak a megjelenése, amit mondjuk olyan nem feltétlenül nagy örömmel és kitörő boldogsággal fogadta az ott élő mondjuk lakosság, de mindig az volt az indok, hogy értelemszerűen az ipar megjelenésével ez rengeteg plusz fog jelenteni a városnak. Hiszen egyébként akár iparűzési adóban, különböző munkahelyekben, stb. Mindenben valamiféle pluszt fog jelenteni. Na most ez úgy néhány hónap elteltét követően, amikor azt mondják, hogy ezt az állam még elveszi tőlük, akkor ugye ez a típusú, mondjuk úgy feltételrendszer is borul, és alapvetően Magyarország gazdálkodása és kormánya irányából ez a legborzasztóbb, hogy a kiszámíthatatlanság jelenti a legnagyobb kérdőjeleket folyamatosan a cégeknek és az önkormányzatoknak. Tehát lehetetlen úgy tervezni, hogy nem látjunk legalább egy évre egy olyan stabil adórendszert, egy olyan stabil bevételi rendszert, amivel egyébként gyakorlatilag egy évet le lehet úgy finanszírozni, vagy úgy tervezni, amelyhez azért persze lehetnek egyébként kérdések és környezeti változások, de alapvetően tudja magát az önkormányzat tartani. Ezzel a lépéssel gyakorlatilag rengeteg önkormányzat beborul úgy, hogy a kötelezően ellátandó feladataira is nem feltétlen jut annyi pénz, vagy nem is jut annyi pénz, amivel ezt megfelelő minőségben el tudja látni. És ez a veszély, és ez az, amit egyébként azt gondolom, hogy ezeken a polgármesteri találkozókon meg kellene vitatni, de ezekről értelemszerűen nem esik szó, és ezért nézem én is nyilvánvalóan aggódva a 2025-öt, hogy hogyan tudjuk egyébként azt túlvészelni, hogy a gazdaságnak egy recesszióban, vagy egy nagyon nehéz helyzetben lévő része egy ilyen állami folyamatos elvétel mentén, hogyan tudjuk egyébként a város működő képességét megőrizni. Nyilván megugorjuk, tehát nem arról van szó, hogy egyébként most megijednék a feladattól, vagy megijedne a testület a feladattól, csak értelemszerűen ez már egy olyan magasság lesz, amit egyébként a város lakossága is fog tapasztalni. Tehát amikor az van, hogy kátyúzásra például nem lesz annyi pénz, az nem azért van, mert úri passzióból mondjuk egy önkormányzat nem akarja ezt a feladatot úgy megoldani, ahogy ő szeretné, hanem effektíve az állami elvonások miatt nem lesz rá pénz. És még sorolhatnék olyan jellegű város üzemeltetési nehézségeket, akár ami zöld felületek karbantartása és rendbetétele, síktalanítás, de sok olyan jellegű dolog van, amit egyébként ma nem csak Kazincbarcikán, hanem sok jól működő városban természetesnek vesznek az emberek, mert egyébként az ottani vezetés és a képviselőtestület normális gazdálkodása igyekszik ezt valamilyen mesdjén rajta tartani. De ha egyébként ezt folyamatosan megborítják, és az eleve meglévő bevételeiket is elveszik, és egyre jobban szalámizzák le, akkor muszáj olyan jellegű dolgokhoz is nyúlni, amelyek egyébként a cégek, a Kazincbarcikán is működő városi cégek, intézmények, önkormányzat és kapcsolódó rendszereinek is a szolgáltatási minőségét fogja rombolni. Amit igyekszünk nyilvánvalóan elkerülni, meg ezeket a sebeket valamilyen formában majd orvosolni, de egy nagyon-nagyon nehéz 2025 éves év az, ami előttünk áll, amit azért feladja a leckét, azt gondolom, azoknak a kollégáimnak is, akik azért már gyakorlott segítőim abban, hogy egy költségvetés összetegyünk, tehát ez azért, hát ez ahogy klasszikust idézek, ugye ez azért fájni fog. Volt esetleg már valamiféle egyeztetés a térségnek az országgyűlési képviselőjével, tehát Demeter úr megkereste már az önkormányzatot ezzel a témával? Egy halomány kapcsolatfelvétel ebben a történetben azt gondolom volt. Persze igazából ugye képviselő se tud többet, mint hogyha egy miniszterhelyettes és egy államtitkár gyakorlatilag az adott programból, nem tudom én, hanyadik napja utána az országos roadshowjuk kapcsán nem tud tárgyilagos és objektív adatokat és tájékoztatót tartani, akkor ezt nyilvánvalóan nagyon nehezen tudom elképzelni mondjuk egy országgyűlési képviselőről is, hogy egy alapvetően többet tudna mondani bármely polgármesternek. Viszont az kétség kívül úgy tagadhatatlanul mondjuk úgy lesz, hogy ezekben a mondjuk úgy a lobby ereje, illetőleg az, hogy ennek a pénzelköltésnek az iránya és annak a tartalma mihez köthető majd, az abban azért markáns szerepe van neki is, hogy ez milyen irányokat fog venni ad abszurdum Kazincbarcika vonatkozásában is. Hogyan látja egyébként, hogyha kellene valamit így előrevetíteni, hogy mit jelenthet majd ez Kazincbarcikának?
Tudom, hogy jóslatokban nem bocsátkozhat, de... Igazából tehát távolabbról kezdeném a dolgot, mert azt gondolom, hogy rendszer szintű változás kellene ahhoz, hogy alapvetően az ország úgy és nem akarok tényleg közhelyeket pufogtatni, de értelemszerűen egy közoktatás, egy egészségügy, egy önkormányzatiság teljesen más irányt vegyen. Tehát túl nagyra van szabva a kabát adott esetben bizonyos dolgoknál, és túlságosan egyébként sanyargatva vannak bizonyos területek, és maga a rendszer szintű szemlélet egy teljesen más aspektust kellene, hogy felvegyem, mint ami jelen pillanatban van. Tehát az, hogy most az elkövetkezendő években célirányosan meg van mondva az, hogy mondjuk a GDP, azaz a gazdaság teljesítő képességének milyen szent céljai vannak, úgy, hogy egyébként ingünk-gatyánk Lukas, az úgy azért nagyon-nagyon nehezen elképzelhető, csak is kizárólag úgy, hogy azt a támogatást, amit ugye a kínaiaktól vagy hitelt felveszünk, alapvetően bepumpálják gyakorlatilag a gazdaságba. És akkor mondhatnék ilyen elhibázott dolgokat, amit egyébként magam, mint közgazdász nagyon-nagyon nehezen visel, hogy mondjuk az embereknek az öngondoskodásának a tanítása egy borzalmasan nehéz folyamat ma Magyarországon. Ugye a nyugdíj előtakarékossági kérdéskör egy borzasztóan nehéz időszakot élt át, azt gondolom az elmúlt időszakban. Ezeknek a tételeknek gyakorlatilag az elkövetkezendő években való felszabadítása és ilyen és olyan célokra való beforgatása, igazából elégetjük megint a jövőt egy pillanatnyi jóér, ami hosszabb távon azt gondolom, hogy meg fogja magát bosszulni. Persze nyilván azt gondolom, hogy a lakosság oldaláról pedig egy húrá optimizmus is van, hiszen olyan jellegű hirtelen feladatokat tud megoldani a saját családjában egy ilyen jellegű összeg felszabadításával, ami a közérzete és a jóléte hirtelen meg fog nőni, de igazából hosszabb távon ez meg fogja bosszulni magát, mert az az öngondoskodás, amiről az előbb beszéltem, ami mondjuk Nyugat-Európában, amit most ugye kígyóbékát kiállt a kormányzat mindig bármilyen jellegű stratégiáját is nézzük a nyugat-európai országoknak, azért ott csak jól működik az, hogy az élet hosszig tartó tanulás mellett egyébként az öngondoskodás és a nyugdíjrendszernek is az átalakítása is hogyan működik. Nyilván ez nagyon távlati, értelemszerűen Kazincbarcika mondjuk úgy látószögéből, de azt gondolom, hogy ugyanezek ugyanígy itt az itt élők számára is érvényesek lesznek. Az önkormányzatiság finanszírozása, nyilvánvalóan egyébként a szolidaritása, a tehetősebb önkormányzatoknak az átgondolása. Tehát én nem az ellen vagyok, hogy akinek nagyon jól megy, az ne támogassa azt, aki alapvetően rászorulna, csak annak az észszerűségét és a rendszerét kell úgy kitalálni, hogy alapvetően, hogyha én több mindent szolgáltatok mondjuk itt 100-120 ezer embernek, akit Kazincbarcika környezetében él, ahogy említettem, közoktatás, egészségügy, rekreáció, munkahely és sorolhatnám, akkor annak legyen meg a gazdasági feltétele is, mert ugyanúgy ezek a kisebb települések ennek az előnyét fogják élvezni az elkövetkezendő években. A képviselőtestülettel kezdtük, és azzal fogjuk lezárni a mai beszélgetést, mégpedig az újjal. Ahogy megalakult a képviselőtestület, bizony volt néhány olyan eset és olyan incidens, amire azért még mi is fölkaptuk a fejünket. Az egyik az rögtön a képviselőtestületi ülés után történt, és két képviselő volt az, aki ennek az elkövetője volt. A másik pedig egy olyan történet, amiben az egyik képviselő magáénak vallott egy programot, vagy annak megvalósulását, és hát nagyon gyorsan kiderült, hogy nem így van. Ami számomra furcsa, hogy Kazincbarcikára az a jellemző, hogy főleg a várospolitikában hisznek, nem pedig a pártpolitikában. Most mégis úgy érzem, hogy az új képviselőtestület néhány tagjának köszönhetően, minthogyha próbálnák ezt ide beszivárogtatni Kazincbarcikára, pedig én azt hiszem, hogy az itt élőknek azért erre nincs szükségük. Tehát hangulatot kelteni, lázítani, szítani, igaztalan dolgokat mondani, arra pont most ebben a helyzetben nincs szükségünk. Ugye a magyar politikai közéletben van egy szint, ami nyilván, hogyha még ha finoman fogalmazok is, azért a béka feneke alatt van, és értelemszerűen, hogy mindig vannak próbálkozások arra, hogy ez lokálisan helyi szintű táptalajt is kapjon.
Ugye, aki engem ismer, az pontosan tudja azt, hogy az elmúlt időszakban, a kezdetén is, amikor magát a polgármesterséget és magát az irányító frakciónak az összetételét közösen összetettük, akkor az első körben azt gondolom, hogy igen, azt tudom mondani, hogy ez mondjuk 20 évvel ezelőtt, valóban az volt, hogy politikai pártok irányultsága és elképzelései mentén volt az, amikor egy politika meghatározható volt, egy várospolitika, hogy egyébként alapvetően te mit gondolsz a városról, és milyen irányba szeretnéd tenni. Abban az időszakban is megvoltak a politikai pártok, akik koalíciót kötöttek, és azoknak a képviselőjeként ülhetett valaki testületben városvezetőként, és valamilyen jó irányba tudta vinni a testületét. És természetesen ebben megvoltak az adok-kapok, tehát megvolt mindig az ellenzék is. Ahogy ez ment előre, gyakorlatilag ez a tábor az egyre nagyobb volt, és Barcikán is kinőtte magát, gyakorlatilag 10 évvel ezelőtt mondjuk, hogyha számolom, hogy volt a Fidesz és mi. Tehát ez azt jelenti, hogy volt a kormányzati elképzelés, a fideszes gondolkodásmód, stratégia, és volt a kazincbarcikaiak elképzelése, ezt én így látom, és ebben gyakorlatilag valamennyi ellenzéki párt meghatározója felsorakozott ebben a csapatban, amit képviselhettem, és így irányítottuk a várost. És ez most már kezd egy kicsit átkopni egy olyan részre, hogy ki az, aki egyébként azt gondolom, hogy a városért tenne, és a város előmozdulását szorgalmazza, és minden olyan jó dolgot, ami egyébként ebben a városban jó, azt támogat. Ad abszurdum, azt mondom, hogy ebben nem csak baloldali, nem csak liberális, hanem azt gondolom, hogy jobboldali szavazóink is vannak, egy jó nagy tömeg. Ugye ez a választási eredmény azért egyértelműen mutatja, mert azért 60% környékén prosperálni azért az nem egy rossz dolog. És vannak olyanok, akik, tisztelet a kivételnek, de azért vannak olyanok, akik nem a városi, hanem sokkal inkább a szitka ellen vannak. És ez egy teljesen más aspektus, azt gondolom, hogy ami kezdett beszűrődni mondjuk a választás megelőző néhány hónapban, tehát van a városért, meg szitka ellen, és ez nyilván ennek is van táptalaja, mint minden másnak, de azt gondolom, hogy arra méltóképpen büszke vagyok, hogy ezt egy választási eredmény azért elég erőteljesen felülírta, és én abban nyújtanék partnerséget, vagy békejobbot, vagy a jövőre vonatkozóan ebbe a ciklusba, mondjuk ugye együttműködési szándékot, hogyha van olyan, ami egyébként a város előmozdítása érdekében van, akkor abban bárkivel nagyon-nagyon szívesen összefogunk. Lesz nehézség, az előbb erről beszéltem, hogy 2025-ben lesz nehézség bőséggel. Most be van állva egy rend, hogy az elkövetkezendő években gyakorlatilag ezt a várost kik irányítják, és milyen szellemiség mentén megy előre, és ezt lehet, én azt gondolom, támogatni, lehet építő jellegű kritikával illetni, amire azt gondolom, hogy nagyon nagy szükség is van, tehát én ezt akceptálom, tudom, de a személyeskedés, a másiknak a lejáratása, meg ezekkel való foglalkoztatás, ezekkel én azt gondolom, hogy ezeken elegánsan túl fogunk lépni az elkövetkezendőkben is, és ezeken nem igazán fogok foglalkozni én sem, és én azt gondolom, hogy a frakciónkban sem senki. Igen, pont ez lett volna az utolsó kérdésem, hogy van-e valami terve arra vonatkozóan, hogy hogyan tudja ezeket a helyzeteket megszüntetni, hogy tényleg ne a személyeskedés legyen, hanem a munka legyen a legfontosabb, és az, hogy mindenki inkább azért tegyen, hogy bármelyik kazincbarcikainak jobb legyen, ne azért, mert személyeskedik mondjuk a város polgármesterével. A nagy politikában látszódik, hogy igazából van az, aki igyekszik tenni egyébként, mondjuk akár az országnak, vagy egy térségnek az előmozdítása érdekében, és óriási hangsúlyt kap, gyakorlatilag látható kormányzati részről, hogy milyen stílusban, milyen minőségben van az, és folyik ma Magyarországon, hogy a másiknak gyakorlatilag a levegővételhez való jogát is megkérdőjelezzék azért, mert ilyen vagy olyan a beállítottsága, vagy ez, vagy azt, vagy amazt tett. Tehát, és ezt lokális helyi szintre való, mondjam úgy, lehozatala, az mindig egy településnek hát ha nem is a végé, de egészen biztos vagyok, hogy a rossz útját jelenti. Ha a város eldönti, hogy ez kell, ezt szeretné, akkor ehhez kell hozzájárulni, ezt kell egyébként azt gondolom minősíteni, hogyha kell, és segíteni,
De az, hogy a benne lévő személyeknek a különböző megítélését és annak kritizálását, én azt gondolom, hogy ez nem járja, és azt gondolom, hogy az nem stílus. Nyilván én azt gondolom, hogy ezt a mondjuk ugye ennek a ciklusnak is az elején igyekszem helyre rakni, mint ahogy egyébként tettem ezt az elmúlt, nem tudom én, néhány ciklusban, mindig a ciklus elején, és akik egyébként ehhez alkalmazkodtak, azokkal a mai napig egyébként kiváló közös együttgondolkodásom van, még ha nem is egy hajóba nevezünk, mert azért számtalan ilyen is van, de mégis azt gondolom, hogy vannak olyanok, akikkel meg nem, egyszerűen nem lehetett épésszel bírni, és akkor gyakorlatilag őken elegánsan túlépünk, és akkor mindenki csinálja a saját dolgát, ahogy gondolja. Én azért nagyon bízom abban, hogy sikerül majd úgy helyrehozni, vagy úgy alakítani a dolgokat, hogy valóban itt mindenki számára az legyen a legfontosabb, hogy Kazincz Barcika haladjon előre, vagy vegye az akadályokat a jövőre nézve, főleg gazdasági pénzügyi tekintetben. Én Szitka Péter polgármesternek nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk, és hogy mindezeket elmondta. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, ez volt a Háttér Extra közéleti magazinunk. A legközelebb péntek este 6 órakor jelentkezünk, mi számítunk akkor is a figyelmükre. Köszönöm, hogy velünk voltak, viszontlátásra!